Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Időről időre történik valami sajnálatos aktualitás, ami miatt előtérbe kerül a kutyák tartása, a kutyák viselkedése. Nemrégiben Csókakön is ez történt, amikor kutya támadt egy kisgyerekre, akit ugye sokáig súlyos és krízis helyzetben kezeltek a kórházban. Ez adja a beszélgetésünk apropóját. Stúdiónk vendége Nyakas Gábor, kutyaviselkedés szakértő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy jöhettem. Gondolom, hogy erről a sajnálatos esetről hallhattál, ami engem megdöbbentett, hogy mondjuk aki családi házas környezetben nőttem fel, hogy egy kutya, hogyha kiszökik, akkor általában azt tapasztaltam annak idején, vagy akár most is ott a környékünkön, hogy nekiáll, szaglászik, szétnéz, ismerkedik a területre, és mondjuk nem az az első mozzanata, hogy rátámad az emberre. Mindenkinek ez volt az első észrevétele az eset kapcsán, hogy lehet az, hogy ahogy te is mondtad, nem jelölget, hanem egyből ráront. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy nagyon-nagyon-nagyon tragikus eset, tehát hogy ez nem történhet meg, mert egy kutya nem csinál ilyet, tehát itt biztos, hogy nagyon komoly gondok voltak a tartásában, és a baj az, hogy ez megtörténhet máskor is, más formában, és ugye meg kéne tanulni, védekeznünk nekünk a kutyák ellen, mert nagyon-nagyon javul a kutyatartás kultúrája ma Magyarországon. Tehát ha visszanézek az elmúlt 10-15 évre, tényleg nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, de mindig lesznek ezek a kirívó esetek, amelyekre viszont meg kell tanulni, felkészülni, mert hát csak ez az egy esélyünk van. Meg kell tanulni, felkészülni, illetetlen le kell vonni a megfelelő következtetéseket, hogy megfelelően szigorú-e az állattartási körülményeket meghatározó szabályrendszer ma Magyarországon, ezt hogy látod, mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban? Hát az, hogy nem sajnos, és ugye mi nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk hosszú-hosszú évek óta, ezért nem csak helyi szinten, hanem ugye már hosszú évek óta kormányzati, illetve minisztériumi szinten is bent vannak beadványaink, illetve tárgyalás alatt vannak javaslataink, de abban látom a problémát, hogy ha ez meg fog valósulni, és ezt meghozzák ezt a törvényt, és a végrehajtásához is meg lesz minden eszköz, hogy ezt be is tartassák, még mindig ott lesznek azok a szerencsétlen esetek, amikor ki fog szaladni egy kutya, és meg fog támadni valakit, egy gyereket, egy felnőttet, teljesen mindegy. És én azt gondolom, hogy akkor kerek a történet, vagy úgy zárul be a kör, hogyha tényleg minél többen tudják, hogy egy ilyen helyzetben mit kell tenni. Én végeztem némi nyomozást a csókakói ügy kapcsán, és ugye az édesanyja a rendelkezésemre álló információk szerint a lehető legrosszabbat csinálta, hogy fölkapta a gyerekét, de hát lássuk be, hogy mindannyian fölkaptuk volna ösztönösen a gyermekünket, és amit hallottam és amit elmondtak, sajnos ebben az esetben majdnem mindegy, hogy fölvette vagy sem. Tehát a vége minden esetben ez lett volna. Lehet védekezni ilyen esetben is, de megint csak ott van az, hogy ki az, aki fel van erre készülve. Tehát én azt gondolom, hogy ha én lettem volna ott, én kerülök szembe a kutyával, akkor engem is nagyon komolyan elintézett volna, mert olyan meglepetés erejével jött ki, hogy egyszerűen nem tudunk felkészülni ezekre a dolgokra, illetve fel tudunk, majd beszélünk erről is, de hogy azért ebben rutin kell szerezni, hogy egyszer csak ott terem semmiből egy kutya, és akkor valaki így tudja, hogy mit tegyen, megőrizze a hidegvérét, és be is ugorjon neki, hogy mi a teendő ilyenkor. Valóban mindjárt fogunk beszélni erről a megelőzésről, de egy kicsit térjünk vissza a gazdákra. Én azt gondolom, hogy azért az sem mindegy, hogy mondjuk ki mennyire tudatosan választ magának házi állatot, ki mennyire felkészült, vagy mennyire tudatos állattartó. Hát ez az, amiben szerintem nagy előrelépéseket tudunk tenni, és ez az, amire azt mondtam, hogy nagyon komolyat fejlődtünk, hiszen ha tényleg visszatekintek az elmúlt 10-15 évre, nagyon sokan keresnek meg, mielőtt már megveszik a kis kedvencet, hogy menjek ki, nézzem meg az életkörülményeket, mit javaslok nekik. Rengetegen napi szinten többen felhívnak, hogy milyen fajtát javaslok nekik, megkeresnek a közösségi oldalaimon napi szinten nagyon sokan, akik a leendő kutyáikhoz kérnek tanácsokat. Tehát ebben rengeteget fejlődtünk, és sokkal tudatosabbak a gazdák, és ami nagyon fontos, hogy szinte kivétel nélkül mindenkit le tudok beszélni a rossz döntésről. Hiszen megindoklom, hogy azért
nem mert, és hallgatnak rám. Tehát nem tudok, ha visszagondolok, nem jut eszembe olyan eset, hogy nem hallgattak volna rám, mindig megfogadják a tanácsot, és talán ez a legnagyobb belőle lépés, mert emlékszem, hogy régen ugyan meghallgattak, és nagyon sok esetben azt tapasztaltam, hogy mégse az én véleményem szerint választottak, hanem a saját eredeti elgondolásuk szerint, és az esetek nagyon nagy döntő többségében ezekkel a gazdákkal én 1-2 éven belül találkoztam, csak akkor már nagyon pityeregtek, hogy nagyon nagy baj van. De még az a szerencsés eset, hogyha ilyenkor, amikor felméri a gazda, hogy hát vannak problémák az ő és a kedvence összeszokásával, vagy a közös együttlétükkel, akkor fordulhatnak szakemberhez. Miért fontos ez? Hát mondok egy kirívó példát, jó, hogy és elmondom, és ebben nem szeretnék személyeskedni, de életem legagresszívabb kutyája, amivel találkoztam, egy magyar vizsla volt. Tehát, hogy nem hittem el, hogy mit művel a kutya, és a gazdája úgy jött már hozzám, hogy be volt kötve a keze, és 17 öltéssel volt összevarva, és tehát mindenki akkor jön már, amikor már a baj megtörtént. Ezeknek nagyon komoly előjelei vannak, csak senki nem hiszi el, hogy ez be fog következni, és mára mondom, ez megfordul. Tehát ma már egyből 3 hónapos, 4 hónapos a kutya is már hívnak, hogy ez a gond, az a gond, morog, miközben etetjük, nem lehet oda menni hozzá evés közben. Ez nagyon köszönhető ugye a médiának, hogy folyamatosan és nagyon tudatosan és nagyon preventíven csinálja az olyan műsorokat, mint például a mai is, és köszönhető annak a generációnak, aki azért közben felnőtt, és már teljesen másképp szocializálódott ebbe a témakörbe. Innen fogjuk folytatni hamarosan a beszélgetést, de mi megkérdeztük már egy kicsit az utcaemberét, a fehérváriakat, és ők néhány kérdést intéznek hozzád, most tekintsük ezt meg, aztán jöjjenek majd a válaszok. Hogyan tudom kideríteni, hogy most egyenrangúak vagyunk, vagy ki a falka vezér, vagy valami, talán ilyeneket, de úgy különösebben más most nem jut eszembe. Mi a legegészségesebb tápláléka a kutyának, nyilván akkor az ember olyat vesz neki szaküzletben, akkor mennyi idős korban lehet ivartalanítani, hiszen ha az ember nem tudja tenyészteni, illetve nem áll módjába az, hogy szaporítsa a kutyát, akkor nyilván el kell vinni állatorvoshoz, és ivartalanítatni kell a kutyát, hogy mennyi idős korában, esetleg tudnál tanácsot adni, hogy hol célszerű, hova célszerű vinni a kutyát. Milyen életvitel, illetve mennyire, meg mennyit kell foglalkozni egy kutyával, hogyan kell hozzáállni, főleg ha az ember nem szeretné a lakásban tartani, hanem kint családi házban, udvaron. Mik az olyan szokásai a kutyának, amit célszerű figyelembe venni. Hogy lehet utcán póráz nélkül kutya? Termettől, kortól, típustól, fajtától független. Póráz, ez az első. Nem az a lényeg, hogy beoltjuk a kutyát, hanem az is nagyon fontos, vagy beoltassuk, hanem az is fontos, hogy úgy legyen ez leszabályozva, hogy ha kutyafuttató van, akkor oda visszük azt, akit meg akarunk futtatni. Hogyha például vihar van, akkor például a mi kutyánk az meg szokott ilyenni, és például, és nem szokott akkor szobatiszta lenni, amikor megijed valamitől. Ha pórázmentesen van egy kutya, akkor nagyon, akkor miért veszélyes? Nos, hát én azt gondolom, hogy azért nagyon kézenfekvő kérdéseket tettek itt fel a fehérváriak, én legalábbis ezt gondolom. Igen, haladjunk visszafele, nagyon cuki volt a fiatal ember, hogy miért veszélyes a kutya, hogyha póráz nélkül van, és ugye egy hölgy is elmondta, hogy ugye nincs, illetve sérelmeztő, nincs a kutya pórázom. Nos, tehát a kutya azért veszélyes, hogyha nem pórázom van, és legyen bármilyen képzett kutya, hiszen én azt gondolom, hogy az én kutyám azért nagyon jól nevelt, és nagyon igen, jól, nagyon, láthatjuk most itt. Nagyon jól képzett, de azt kell mindenkinek tudnia, hogy bármennyire is megvan egy kutya tanítva, ki van képezve, az ösztön mindig felül fogja írni a tanult viselkedési elemeket. És hogyha az ösztön bekapcsol, az legyen bármelyik,
akkor a kutya nem irányítható, vagy csak részben irányítható, és azért nem engedjük el a kutyát egyébként pórázról, mert hogyha mondok egy nagyon egyszerű példát, kimegyünk a rétre, ahol azt gondoljuk, hogy semmi baja nem lehet, elfut egy őzike a kutya előtt, bekapcsol a zsákmányszerző ösztön, és a kutya elmegy utána, és szerencsés esetben visszajön, szerencsétlenebb esetben meg elüti az autó, a vasút, vagy kilövi valamelyik vadász a kutyát, és akkor ez a szerencsésebbik eset volt, hogy nem tett kárt senkibe és semmibe a kutya. Tehát én azt gondolom, hogy igen, póráz legyen mindig a kutyán, hiszen akkor tudjuk irányítani, és igen, a városban remek kutyafuttatók vannak, ahol viszont el lehet engedni a kutyát szabadon. Volt egy talán a legelső kérdés, hogy a falka vezérség kérdés, ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Ez onnan jön, hogy rengeteg szakirodalom jelenik meg, vagy rengeteg TV műsorba, külföldi csatornán lehet látni, illetve hát magyarra lefordított külföldi adóknak az anyagát lehet látni, és azt azért tudnunk kell, hogy az ember nem lehet a kutyának a falka vezére. Én két kérdést szoktam ilyenkor feltenni, hogy azt tudni kell, hogy amikor például a falkavezér a társaival elkapja a zsákmányállatot, mindig a falkavezér eszik először, és utána nyilván erő sorrendben a többiek. És ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy mi van akkor, hogyha a falkavezér visszatér a zsákmányhoz. Viki, szerinted mi van ilyenkor? Fogalmam nincsen, visszatér a zsákmányhoz. Igen, tehát eszik a falkavezér először, elvonul, eszik a többi felnőtt, tehát eszik a falka többi tagja, de egy idő után a falkavezér úgy dönt, hogy visszamegy, hiszen mondjuk egy ilyen 8-as, 12-es, 16-os falka, ha elejt egy ilyen 800 ezer kilós bikát, azt azért nem egy nap alatt teszik meg, hanem akár 2-3. Dominálnia kéne? Nem. Megölik, vagy elkergetik a többiek. Tehát a falkavezérnek nincsen joga visszamenni a már átadott zsákmányhoz. Nem tudjuk, hogy miért van ez így, de így van, lefordítom. A kutyádat megeteted otthon, leteszed neki a kis tálát, benne az ételét, de eszedbe jut, hogy a hűtőbe bent felejtetted a vasárnapi ebédből megmaradt húsaprólékot, és oda viszed és beleteszed a tájába. Oda tudod vinni, beletölteni a tájába? Nem feltétlenül, hogyha már neki kell tenni a kutya. Aha, az esetek döntő többségében az ember, tehát a falkavezér oda tud menni gond nélkül, és oda tudja tenni a kutyájának a tájába az ételt, el tudja venni, bele tud nyúkálni a tájába, hiszen ezt várjuk el. Tehát azt szeretnénk, hogy a kutya akkor is normálisan és biztonságosan étkezzen. Na most ezt lefordítjuk, ha te vagy a falkavezér, nincs jogod visszamenni, tehát nem mehetsz vissza, őneki kőkeményen kéne védenie ugye az ételét, és sorolhatnák rengeteg példát. Azt szoktam mondani, hogy bizonyos esetekben viselkedhetünk úgy, mint a falkavezér. Például a sétánál, ahol a falkavezér mondja meg, hogy milyen irányba megyünk, merre megyünk, hol keresünk vadászterületet, és a falka feltétel nélkül követi, és bizonyos esetekben meg nem tudjuk ezt tenni. Tehát ki kell mindenkinek tapasztalnia, hogy melyek azok az esetek, amikor viselkedhetünk falkavezérként, és melyek azok az esetek, amelyek nem. Volt még talán egy olyan... Mivel etessük a kutyát? Hogy mivel etessük a kutyát. Én azt gondolom, hogy ez nem az én szakterületem, nekem erről megvan az egyéni elképzelésem. Itt minden esetben az állatorvossal célszerű egyébként konzultálni. Aki ismeri a kutyának az egyéb egészségügyi paramétereit, nem? Egyértelmű, hogy milyen fajta, milyen típusú, milyen minőségű, mennyiségű táplálékra van szüksége. Inkább bontsuk ezt úgy ketté, hogy konzerv, száraz eledel vagy nyers hús, mert ez a három klasszikus etetés van, és egyébként ezt meg mindenki az állatorvossal történt konzultáció után a pénztárcájának és egyéb szimpatikus szempontoknak megfelelően kiválasztja. A jó hír az, hogy ma a piacon még eláthatatlan a választék ezen a téren. Tehát van bőven. Van bőven, mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Ugye itt volt szó a póráz nélküli sétáltatásról, meg úgy egyáltalán a sétáltatásról, és korábban itt is már többször beszélgettünk arról, hogy nálatok a gazdák szerezhettek olyan idézőjelben bizonyítványt, nevezhetem ezt így, hogy a kutyájuk kapott egy nyakörvet, és gyakorlatilag, hogyha ránéztek, akkor azt tudták, hogy ő egy rendes és megbízható kutya. Igen. A kutyámon rajta van ugye ennek a nyakörvnek a legelső példánya. Andante, gyere, ülj fel, gyere. Ez egy olyan színű nyakörv, ahogy te is mondtad, ami messziről nagyon jól látszik. Van rajta egy sorszám, a pórázon is van rajta egy sorszám, ennek nagyon, nagyon egyszerű az oka, hogy ha például azt gondolod, hogy valaki a kutyával nem megfelelően viselkedik, ránézel a sorszámra, szólsz nekem, én tudom, hogy melyik nyakörv melyik kutyához tartozik, tehát lenyomozható az adott tevékenység. Egyfajta képen, hogy tetszik, motiválva van a gazda, hiszen meg van jelölve, meg van különböztetve, hogy minden esetben úgy
viselkedjen a kutyájával, hogy mindenki számára szem előtt van. De az alapgondolat az volt, amikor ezt kitaláltam, és ez a programunk van bent régóta már a minisztériumban, hogy amikor a gyermekeddel mondjuk sétálsz a valamelyik parkba, és én is sétálok a kutyával, és ugye ez egy rendkívül nagy méretű kutya a maga 75 centiével, meg közel 40 kilójával, vagy talán több is, és nagyon sok ember megretten a mérettől. De hogyha tudja, hogy mit jelent ez a narancssárga nyakörvés póráz, akkor azonnal meg is nyugszik, tehát sokkal nyugodtabban és magabiztosabban fog elmenni mellettünk, vagy nem kerül egy olyan kellemetlen helyzet, megijed, irányt változtat. Tehát nagyon fontos, hogy egyfajta nyugalmat és biztonságot sugároz ez a gazda, és az a kutya, vagy amelyiken ezek a pórázok vagy nyakörvek vannak, kvázi ezt a dog licenses vizsgát letették. Tehát én megfordítottam az egészet, hogy nem kötelezővé teszem, hiszen tudjuk, hogy azt mindig nagyon nehéz véghez vinni, hanem megpróbálom megmotiválni az összes gazdát, hogy jöjjön el végezzel ezt a programot, mert ezzel ki tud tönni a tömegből, és az amúgy is rendes fehérvári kutyatartók közül ő még jobban ki tud tönni, tehát ami mindenki számára megnyugtató, hogyha rájuk néz, hogy igen, tőlük nem kell félnem. És ezért is ez az élénk szín? Egyértelmű. Egyébként nagyon sokáig kerestük, hogy melyik legyen ez a szín, és egy munkavédelmi szakember mondta, hogy ez az a színváltozat, ami a természetben nincs meg. Tehát ezért a szemünk nem téveszti össze semmivel, nem tud beleolvadni a környezetbe, és sötétben is, szürkületben is, és erős napfényben is rendkívül jól látható. Ez egy nagyon fontos döntés volt, és mondom, ebbe egy szakember segített nekünk. No, akkor a viselkedésről már volt szó. A beszélgetés elején arról is ejtettünk szót, hogy mire érdemes odafigyelni, illetve hogy tudunk felkészülni egy-egy ilyen támadásra. Erről néhány gondolatot mondanál még? Igen, amikor én ezt a dolgot, tehát azt az egész vizsgát kitaláltam, akkor nekem volt egy élményem, viszont, hogy Amerikában, amikor reng a föld, a gyerekek, a 6-7 éves gyerekek már gondolkodás nélkül tudják, hogy be kell szaladni az asztal alá, vagy be kell bújni az asztal alá, és akkor eszembe jutott, hogy hát ha ott meg tudták tanítani ezt egy 6-7 éves gyermeknek, akkor mi miért nem tudjuk megtanítani az embereknek, hogy hogyan védjék meg magukat a kutyákkal szembe. És ugye elindult a suli programunk, ahol már nagyon sokszor az összes fehérvári általános iskolát körbejártuk, és a gyerekeknek egyrészt megtanítjuk értelmezni a kutyák jelzéseit, megtanítjuk nekik, hogy mi az, amit ne tegyenek, hogyha idegen kutyával találkoznak, sőt a speciálisan erre a célra képzett kutyáinkkal még azt is megtanítom nekik, hogy hogyan védjék meg magukat a kutyákkal szembe. Természetesen ez egy játékos formában történik, de teljes mértékben imitálja az életszerű támadásos helyzetet. És ami nagyon fontos, hogy idővel rájöttünk, hogy a szülőket is be kell vonni, hiszen neked is ott van a fiad, és ám bár nagy fiú, de mégse akkora, hogy ha egyszer ezt meghallgatja a suliba, én megmutatom neki, ha te nem gyakorlod vele otthon, akkor nem játékosan, nem lesz benne rutinja. Tehát hiába, de te is, vagy én is, tehát hiába halljuk, látjuk egyszer, ha nem gyakoroljuk, és nincsen rutinszerűen bennünk a mozdulat, akkor amikor ne adj Isten egy ilyen helyzetbe kerülünk, nem fog reflexből jönni a mozdulat. És ugye itt ez az életmentő. És azt egyébként tudjuk, hogy 30-szor kell ismételni valamit ahhoz, vagy minimum 30-szor, hogy az beidegződjön. És beidegződés szintén. És amikor eljössz és a gyermekkel megnézel egy ilyen előadást, akkor tudod, hogy most egy hónapon keresztül az általam elmutatott játékos módon gyakorlod vele, és utána teljesen nyugodt lehetsz benne, hogyha ez nem egy extrém kirívó eset, akkor a gyerek nagyon könnyedén meg fogja védeni magát a kutyával szembe. És a felnőtteknek van egy külön módszerünk, ami viszont megint csak, ha kellően hidegfejű az adott ember, akkor tökéletesen meg tudja védeni magát. Gyere, Andante! Bocsánat, mi már nagyon jó igen, barátok nagyon jó vagyunk. Barátok. Tehát tökéletesen meg tudja védeni magát a felnőtt ember egy kutyával szembe, ez pedig nem titok, a paprika vagy bors spré, ami nagyon fontos, hogy erről is pár szót, hogyha szabad, hogy
Ezt is sokan megveszik, de soha ki se próbálják, soha nem is nézik meg, hogy hogy kell használni, hogy milyen mutatói vannak ennek a sprének, milyen erősen kell nyomni, hogy sugárba viszi, vagy teríti a permetet, hogy milyen messze viszel, és elteszik a táska vagy a zseb aljába, és amikor bajba kerülnek, akkor bizony nem tudják elővenni időbe, és ezt is megtanítjuk a felnőtteknek, hogy hol hordják, hogyan tegyék be, hogy miért ne egyet vegyenek maguknak, hogy miért legyen egy a kocsiba, egy a lakáskulcsoknál otthon, hogy ez mindig megfelelő helyen legyen. Tehát kvázi begyakoroltatjuk a felnőttekkel, és mi sem mutatja jobban ennek egyébként a realitását és az eredményét, hogy a feleségemnek az elmúlt mondjuk egy-kettő hónapban egyszer már megmentette az életét, és az elmúlt fél évben egyszer a kutyánk életét is megmentette, hogy volt nála ilyen spré, és tudta használni. Innen fogjuk folytatni, még van néhány véleményünk, aztán megyünk tovább, hiszen hasznos gyakorlati tanácsok is jönnek majd itt a köztérben. Naponta háromszor le van hozva, szigorúan mindig fél hétkor, így két óra tájba is, este 7-től 8-ig. Teljesen elengedhetem, akár elmegy mondjuk 100 méter vagy 50 méterre, és a jutalomfalatra visszajön. Sokat foglalkozott vele. A lányom amúgy tanulékony volt, nagyon jutalomfalattal próbáltuk szoktatni, úgyhogy szót fogad. Otthoni foglalkozás viszont egy pár napig volt a Nyakas Gábornál, és a pár nap alatt is rengeteget tanult tőle. Úgyhogy le a kalappa, én nem tudom, hogy ennyi darat, hogy érte el a kutyát, hogy amikor még visszakaptuk, teljesen megváltozott. Az, aki szót fogadó, aki szolid, úgyhogy... Azt hittem, sose lesz a régi, de aztán egy ide után megint kezdett olyan kis eleven lenni, mint volt. Mi könyvekből tanulunk, videókból, internetről, tapasztalat, és nagyon jól működik nálunk. Na hát akkor azért szemléletváltozás van, hiszen tényleg többen tartják fontosnak azt, hogy elmenjenek, vagy utána járjanak, hogy hogyan, miként, mit kell, vagy lehet csinálni. És az utolsó hölgy mondott egy nagyszerű dolgot, hogy tanul könyvből, videóból, internetről, tehát nyilván itt a mindenki által legismertebb videómegosztóról van szó. Nem véletlen én is töltök oda föl a saját oldalamra folyamatosan videókat, és pont itt van a lényeg, hogy mindenhonnan tanulni kell, hiszen minden kutya más, minden probléma más, és minél több tudásunk van, amikor én tartom az előadásokat, mindig azt mondtam, hogy nincs egyetemes tudás, nincs univerzális módszer, minél több ismeretem van, annál nagyobb lehetőségtárból fogok tudni választani, például, hogyha meg kell tanítani valamire a kutyámat, vagy meg kell oldani egy helyzetet vele a mindennapos életbe. No, én azt javaslom, hogy akkor nézzünk egy-két gyakorlati tudnivalót, hogyha már ilyen lelkesen itt vagytok a NAV-val, és mutassuk be, hogy mire figyeljünk, mire lehet következtetni a kutyánk viselkedéséből, úgyhogy induljunk el, hogyha lehet. Gyere. Azt gondolom, hogy azért jó a látványosabb bemutatóhoz. Mindenféleképpen, hát leginkább a talaj, hogy itt sokkal biztosabban mozog a kutya, meg nyilván így módon én is. Nos, szerintem a legfontosabb, amit tisztáznunk kell, és mindjárt hozok is ide ehhez segédeszközt. Andante, ülj le! Hogy főleg a nagy kutyáról beszélünk, ugye az embernek a legsebezhetőbb része ezek a hasi és lágy részek. Ez egyértelmű, itt tudjuk a legkomolyabb sérüléseket szenvedni. Anna, és ha megnézitek, egy nagy kutya, az pont ideért könnyedén, akár ül, akár áll. Én marad. Segítsek? Nem, hozok, én fel vagyok készülve, hozok egy táskát. És ugye beszéljünk arról, hogy nekem az eredeti elgondolásom, az eredeti ötletem hosszú-hosszú évekkel ezelőtt az volt, hogy a gyerekeket védjük meg, mert ugye arra nem is beszéltünk, nem tudom, hogy tudtad-e, hogy az esetek döntő többségében, a legutóbb, amikor ilyenről olvastam, magyarországi felmérésről, 88%-ban gyermekek a kutyaharapás áldozatai, és mondok egy még egy nagyon érdekes dolgot, hogy ez a nagyon nagy része iskolába menet,
vagy iskolába jövet történik a gyerekekkel. Az okát is tudjuk, ma már megfejtettük, hiszen a gyerekek csoportosan bandázva mennek a suliba, nevetgélnek, jól érzik magukat, tehát sokkal kevésbé fegyelmezett állapotban vannak, mint más esetben, és ugye nyilván ilyenkor tesznek olyan dolgot, amit ők át se gondolnak, és ugye arra ösztönzik mondjuk az adott kóbor kutyát, hogy megtámadja őket. Minden gyereknél van iskolatáska. A nagyobbaknál, akik már nem ezt a klasszikot hordják, hanem divatoznak, van náluk táska. Mindenkinek azt tanítom, hogy a táskát leveszi, és maga elé tartja, mert ezzel elég jól meg tudja magát védeni. Arra kell figyelni, hogy ilyen lelógó dolgok ne legyenek a táskán, ne próbáljuk vele a kutyát megütni, ne próbáljuk a szemébe nézni, hiszen a kutyánál, hogyha belenézel a szemébe, az azt jelenti, hogy készen állok a harcra, és ami nagyon fontos, hogy... Ancsi! Mondja! Ugye megtanítjuk a kutyákat arra, hogy kérjék ezt a játékot. Ilyenkor ideállítom a gyermeket, a szülőt, és megmutatom neki, hogy hogyan kell elhátrálni. Vagy, hogyha beszorítja a kutya, akkor nyugodtan tolja el a táskával, mert ha az a kutya nincs képezve speciálisan, akkor el fog menni. Csak nem fogunk felé hirtelen mozdulatot csinálni, mert megpróbálja elkapni a kezünkbe lévő táskát, ahogy ezt most éppen az Andante csinálja, és ezt azért nem fogják elvenni tőle, és pedig ő nem is annyira rámenős, és tele van úgymond rengeteg kontrollal, hiszen megtanítottam neki, hogy nem, gyere! Hogy nem csinálhatja. Tehát, ereszt, és egy olyan kutya, amelyik elmer már odáig jutni, hogy megharap téged, a gyermeket, az nem fog ereszteni, mert az egy olyan ösztönállapotban van, és ezek a kutyák, és hozzáteszem, hogy nem találkoztam még olyannal az én praxisomban, bizonyára volt ilyen, ahol képzett kutya, tehát iskoláztatott kutya támadott volna meg valakit az utcán. Olyanról tudok, hogy képzett, iskolázott kutya kikóborolt otthonról, de ezek az én eddigi tapasztalataim szerint, és ezt mondjuk most már lassan 29 évre datáljuk, nem találkoztam ilyennel, sokkal inkább ösztönerős, állandóan kóborló kutyákkal. Arra kell még figyelni, hogyha lehet, egyből a hátunkat le kell fedezni, tehát egy autóhoz, egy fához, egy falhoz oda kell menni, mert ugye a kutya elkezd terelni, megpróbál bekeríteni, megpróbál megcsipkedni. És ugye erre ne legyen lehetőség. Megpróbál fogást találni az emberen, és akkor, hogyha a hátamat lefedezem, akkor ugye nyilván egy 180 fokos félkört már lezártam, és ugye a perifériás látásomnak köszönhetően, ebbe a félkörbe már sokkal jobban tudunk figyelni a kutyára. Itt még nincs vége, a kutya feladja, de nem tágít. Tehát nem hagyott minket, ahogy elindulunk, újra megpróbálja elkezdeni. Ugye azért azt gondolom, hogy ma már mindenkinél van mobiltelefon, minden gyereknél, aki megy suliba, és megtanítjuk a gyerekeknek, hogy ilyenkor mi a tendő. Nagyon fontos, hogy soha nem apát, anyát hívjuk, hanem a 112-t hívjuk, mert sokkal valószínűbb, hogy egy rendőrjárőr hamarabb ér oda, mint egy szülő. Hiszen az dolgozik, távol van, messze van, tehát sokkal életszerűbb, hogy egy járőr odaér, és a segítségünkre, vagy a gyerekünk segítségére lesz. Ezért én betápláltatom gyorsivásba a 112-t, vagy például, hogyha én olyan helyre megyek, hogy ismeretlen helyre megyek sétálni a kutyámmal, mikor elindulok, beütöm a 112-t, elindítom a hívást, kinyomom, hogyha vész van, akkor csak rá tudjak nyomni azonnal az utolsó tárcsázott hívásra, hogy ebben is időt spóroljak, mert nagyon sokszor ez akár életet is menthet. Tehát akkor felkészülten kell érkezni gyakorlatilag minden helyszínre, ahogy te mondtad, illetve hát jó tényleg, hogyha vannak olyan védekezési mechanizmusok, amik tényleg már mechanizmussá épülnek be. Reflexszerűen. Én mindig viszek magammal egy táskát, akárhova megyek sétálni a kutyámmal, vagy rám bízott kutyával megyek sétálni, mert ez meg tud védeni. A legnagyobb melegbe is viszem magammal. Persze benne van a kutyának a vize, egy ilyen műanyag összecsukható tál, és én mindig úgy indulok el sétálni, hogy mi lesz, ha. És ha így indulunk el, hogy mi lesz, akkor legalább a meglepetés ereje az kisebb lesz, vagy nem fogunk annyira meglepődni, megijedni. És Murphy soha nem alszik. Az elmúlt x évben, 5 évben egyetlen egyszer mentem úgy ki, hogy egy
póló volt rajtam, egy rövid nadrág, egy övtáska, nem volt velem hátitáska, és akkor támadott meg egy kutya minket az utcán. Még jó, hogy az övtáska rajtam volt, azt le tudtam venni, meg nyilván szerencsém volt, mert el tudtam a kutyát tántorítani, de ez elsülhetett volna fordítva is. És akkor megfogadtam és megtanultam, hogy soha nem megyek még a legnagyobb melegbe se egy ilyen egyszerű hátitáska nélkül el kutyát sétáltatni. Mire érdemes megfigyelni? Hát én mindig azt szoktam javasolni, hogy ne menjünk is, főleg kutyával, ne menjünk ismeretlen útvonalon. De például azt tanítom a szülőknek is, hogy a gyerekkel tanítson meg 2-3 útvonalat, a suliba menet és a suliba hazajövet, és menjen el a gyermekkel, és térképezze fel az útvonalat, nézze meg, hogy a kerítések mögött milyen kutyák vannak, hogy mennyire stabil az a kerítés, kísérje el jó párszor az iskolába, menjen érte a suliból, és kísérje haza szintén jó párszor a suliból, és tanítsa meg a gyereknek, hogy ő is mindig figyeljen, hiszen lehet, hogy ott múlt héten nem volt kutya, ma már van, mert kihozták a menhelyről, és az már egy kész felnőtt kutya is lehet, aki csinálhat problémát, vagy egyszerűen vettek egy kutyát, és fél év múlva, vagy 8 hónap múlva az a kutya már akkora, amely szintén jelent veszélyt, vagy jelenthet veszélyt a gyermekre, vagy bárkire. Tehát ezt nem elég csak egyszer a gyermeknek megtanítani, meg leellenőrizni, hanem én azt szoktam javasolni, hogy legalább egy hónapban egyszer menjünk el a gyerekkel a suliba vissza, és nézzük meg azt az útvonalat, amin járunk elünk. Ez se garancia mindenre, de legalább nagyon sok mindenre felkészíti a gyereket, és tudjuk, hogy mivel számolhatunk. Milyen intőjelekre érdemes még figyelni mondjuk a kutya viselkedésénél, hogy mik lehetnek az, amikre számíthatunk, hogy nem biztos, hogy egy barátságos ebben van dolgunk. Ha megnézzük a kutyámat, fegyelmezett, de lehet látni, hogy fekszik, de feszült, megfeszülnek az izmai, hegyezi a fülét, mindjárt fel is állítom, megmutatom, sokkal látványosabb. Nem is figyelek rá, tehát, hogy ránézel a kutyára, látod, hogy fixál, mereven, fixen néz egy pontot, a testen merev, nem mozdul, vagy ha mozdul, nagyon lassan mozdul, nem csóvál, nyilván egy ilyen csonkolt farkú kutyánál nem fogod észrevenni, hogy csóvál-e, hanem a fülek fogják megmutatni. A lógó fülnél is nagyon jól látszik, de sajnos vannak olyan kutyák, amelyeknek a fülét is teljesen lecsonkolják, akkor nem tudunk a fülre és a farokra hagyatkozni, akkor muszáj lesz nekünk, és mindig ezt tanítom, az egészet nézni egybe, tehát az egész kutyát egybe nézni. És az a kutya, amelyik így áll és fixál, az már egy jel. Amelyik ül és fixál, az is egy jel lehet, csak az nekünk arra is utalhat, hogy ez egy nyugodt kutya, és csak fürkészi, figyeli a környezetét, de ha fekszik vagy áll, akkor joggal lehet arra számolni, hogy ugye a fekvés az egy lapulás, várás arra, hogy a vad, kiszemelt vad vagy zsákmány közelebb érkezzen, aki ugye adott esetben lehet egy gyermek is, aki iskolába jön-megy, és ezeket az apró jeleket mind megtanítom a kutyának, a gyerekeknek, hogy a kutyánál miket figyeljen, és hogy amiket mondtam, nem nézzünk a szemébe, nem szaladunk el előle, nem fenyegetjük, nem kiabálunk, és hogyha megijedünk, akkor hátrálunk a kutyától, tehát nem hátat fordítunk, hanem szépen úgy jövünk el tőle hátra, hogy közben lássuk, hogy mit csinál a kutya. Nyilván hátra is néha hátra pillantok, hogy ne essek el, mert nagyon fontos, amikor elesek, szinte védekezésképtelenné válok. Tehát addig van igazából esélyem, amíg a két lábamon állok. A beszélgetésünk legelején volt szó, ugye, hogy amit rögtön észrevettél, és az egész esetből tudtál, hogy bár szülőként ugye nem tudhatta senki, hogy az volt a legrosszabb, hogy fölemelte. Miért? Azért, mert amikor fölemeled a gyermekedet, mindkét kezed le van foglalva. Nem tudsz, tehát védekezésképtelen vagy. A gyermeket nem tudod úgy magadhoz szorítani, hogy az egész testét védd a karoddal, és ráadásul te se tudsz olyan jól mozogni, és a gyermek sem. Magyarul felkínálod a kutyának
a gyereket. Ugye nagyon sokszor én kutyáknál tanítom, hogy vannak azok a gazdák, akiknek ezek a nagyon apró méretű kutyáik vannak, fajtától függetlenül, fölkapják, amikor jön egy másik kutya, és a kutyának a legsebezhetőbb részét, a hasát ajánlják fel lényegébe a támadó kutyának. Ott is azt tanítom, hogy nem lehet úgy magunkhoz fogni, hogy megvédjük. Ebben az esetben az a legjobb, ha a kutyát lent hagyjuk, sőt a pórázát eldobjuk, meg miközben fogja a pórázát, és a támadó kutya támadja a kutyát, nem tud olyan módon védekezni, mozogni, ahogy szeretne, hiszen a porlázzal korlátozzuk. Ugyanez a helyzet a gyermekkel, akár még sajnos ennél a 2 éves gyereknél is, utólag nagyon könnyű ezt mondani, nem tudom, hogy én hasonló esetben mit tettem volna, de hogyha meg tudtam volna őrizni a hidegvéremet, akkor biztos elengedem a gyerek kezét, és minden erőmmel arra koncentrálok, hogy a kutyát likvidáljam valamilyen formában, vagy magamat kínáljam föl neki a gyermek helyett. De még egyszer mondom, hogy ehhez óriási rutin kell, és a mi programunk ugye már nagyon-nagyon hosszú évek óta, ahogy bent is a stúdióban elmondtam, ezen kíván segíteni. Annyi eszközt hoztál még magaddal, úgyhogy biztos, hogy meg kell, kérjelek, hogy még valamit mutassatok be együtt Annával, ami hasznos, praktikus így műsorunk végén. Hasznos, praktikus. Én azt gondolom, hogy talán az egyik leghasznosabb dolog, hogy főleg azoknak, akiknek olyan vérű kutyájuk van, akik szeretnek a szájukba venni valamit, megrágcsálni, marcangolni, hogy a kutyák ezt azért ösztönösen csinálják. Ugye bent megbeszéltük, hogy bármilyen képzés felül fogja írni a kutya ösztönös viselkedése, és én szeretem levezetni a kutyába játékos vagy nem játékos módon azokat az ösztönöket, vagy azokat az ösztönös viselkedéseket, amelyek károsak lehetnek, mint például a harapás. És akinek tényleg mérettől és fajtától függetlenül, én nagyon szeretek velük játszani, húzakodni, egyrészt mert az, hogy szájába vehet valamit, hogy megrázhat valamit, hogy téphet valamit, hogy utána cipelheti, kiéli, úgymond ezt a zsákmány szerző ösztönét, és ugye ez az ösztön, ha folyamatosan ki van dolgozva, a kutya kiélheti, akkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy amikor magára hagyom, vagy úgy hozza a sors, hogy rossz gazda vagyok és kiszökik, hogy valakit meg akar harapni. Ez ugyanúgy van, mint nálunk embereknél, hogyha valaki dolgozik éjjel-nappal megállás nélkül, heti 6-7 napot akár, és nem jut ideje a pihenésre, a sportra, a relaxálásra, akkor van, aki megbetegszik, van, aki kifárad, kiég, van, aki veszekszik a kollégáival előbb-utóbb, tehát mindenféleképpen káros következményei lesznek. És ugye, ami nagyon fontos, hogy megtanítom a kutyának azt, hogy ereszt, fog, azt is, ül, ereszt, fog, ül, ereszt, ereszt, fog, okos. Tehát játékosan tanítom meg neki lényegében a dolgot, és játékosan éli ki ezeket az ösztöneket. Ez azért nagyon fontos, hogy játékosan, mert nem alakul ki az igazi agresszió, amikor már ugye úgy elburul a kutyának az agya, hogy igazából meg se hallja adott esetben, hogy hozzászólok, hogy kérek tőle valamit. Tehát ott már nagyon nehéz kézben tartani és kontrollálni a kutyát. Ugye ezt megint csak azt tudnám mondani, mint nálunk a különböző küzdősportok, hogyha a gyereket elviszett küzdősportra, kiéli az ösztönös adottságait, nem az osztálytársait fogja lepüfölni, megtanulja az erejét használni, megtanulja az agyát használni, megtanulja kontrollálni magát, és nem arra fogsz hazamenni, hogy az van az ellenőrzőben, hogy tisztelt szülők, lekalapálta 2 osztálytársát, és a kutyánál lefordítva ugyanez van, inkább játékosan élje ki a kutya velem, vagy egy kutyaiskolába az oktatóval és az őrzővédő segéddel ezeket a hajlamait, és ami nagyon fontos, hogy eközben mi megtanítjuk a kutyának, hogy tudjuk irányítani és kontrollálni, mert ha ne adj Isten, előáll az a helyzet, hogy én ilyennel találkoztam számtalanszor sajnos, hogy betévednek hozzánk hivatlan vendégek, hajnalba vagy késő este, és a kutyám úgy dönt, hogy megnézi, hogy ki az, és úgy dönt, hogy azt mondja neki, hogy na, akkor most te itt megállsz. Nem mindegy, hogy azt tudom neki mondani, hogy
elég, engedd, vagy nem tudom azt mondani, és akkor abból lehet később egy tragédia is. De sokkal jellemzőbb az, hogy ha most megnézed a kutyámat is, hogy kitalálja magának ott a játszó gyerekeket, és sokkal fontosabb az, hogy minden helyzetben megértse, hogy az állj, a gyere vissza, a nem, nem szabad, az nem szabad, és nem alakul ki a kutyába egy olyan személyiség, vagy nem lesz olyan feszült a kutya, ami sajnos aztán olyan tragédiához vezet, ami ugye a műsorunk apropóját adja. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és én azt gondolom, hogy biztosan sok-sok hasznos tanáccsal szolgáltunk. Én is nagyon remélem, és mint mindig most is várom majd a folyamatosan ingyenes nyílt napjaimra a fehérváriakat és a nem fehérváriakat is, ahol többek között erről is beszélek nekik és segítek nekik ebbe a témába is. Köszönöm szépen, köszönöm. Remélem, hogy minél többen mennek. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmet, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk a Fehérvár televízióban. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!